Sokan látogattak ki a 33 éves hagyománnyal rendelkező palicsi születi napokra, amelyen zöldség és gyümölcs, valamint kézműves és régi mesterségek kiállítása, számos gyermekprogram, bor és egyéb termékek kóstolója nyújtott kellemes kikapcsolódási lehetőséget. Reneszánszát élik a frissen préselt gyümölcslevek, a palicsi születi napokon is nagy volt irántuk az érdeklődés. Ubori Endre hagyományos módon préselt musttal várta a születi napok látogatóit, standjánál frissen sajtolt, tiszta szőlőlevet is lehetett kóstolni. Szeretném feleleveníteni a régi hagyományos szőlőpréselést, egy darálóval, egy dézsában történő darálással, és aztán meg kipréseljük a szőlőlevet, és akkor itten bírjuk az embereknek kínálni. Mekkora érdeklődés mutatkozik ez iránt? Mennyire nyitottak az emberek? Jönnek az emberek, szeretik kóstolni, és nagyon tetszik neki az édes szőlőlé, frissen van préselve, lássák, hogy préselem, látták, hogy darálom, így akkor így nagyon, nagyon tetszik nekik, hogy mit isznak, lássák. Idén közel 100 kiállító, borász és kézműves kínálta portékáját. A Báthori család a rendezvény egyik állandó kiállítója. Ez alkalommal többfajta gyümölccsel érkezett, de virág és dísztök is kapható volt náluk. Szép számban összegyűltek ma a látogatók, és szép az idő, és remélem, hogy későbbiekben is ez így fog folytatódni. Általában populáris ez a rendezvény, és szeretünk kijönni, és az idő is kedvez ahhoz, hogy az emberek kijöjjenek sétálni, vásárolni termelőktől, akár gyümölcsöt, akár másfajta terméket, és egy szép napot, kettőt pontosabban eltölteni Palicson. Sokak szerint a legjobb a martonosi őrölt paprika. Fehér Ferenc asztalánál egyebek mellett ez is kapható volt. Őrölt paprikát az a fő, hát van egy kis mák, bab, szőlő, szilva, körte, fokhagyma, egy kis virághagyma, dísztök, az sok megint csak. Hát ami a kicsit az őszre, ami jellemző a születi napokra. Állandóan itt szoktunk lenni hosszú évek óta, úgyhogy vannak visszatérő vásárlóink. Jó, jó rendezvény, nekünk jó. Az élelmiszerek mellett mezőgép kiállítás is volt, valamint a kézműves termékek sem hiányozhattak. Mi nagyon elégedettek vagyunk. Tavaly is itt voltunk, nagyon jó volt. Az idén is itt teljesen a tegnapi nap szuper volt. Nagyon jó a hangulat, az emberek jönnek, beszélgetnek, vagy vásárolnak, vagy nem, de nem is fontos, mindenki beszélget, és ez a jó, jó a kedv és a hangulat. Linacki György borász szerint csak az számíthat jó termésre, aki betartja a szabályokat és szorgalmasan dolgozik a szőlőültetvényében. Ő vehette át egyébként az idei palicsi születi napokon a szőlőkertek őrzőjének járó kitüntetést. Az idei szőlőhozam nagyon jó. Nagyon jó, elég sok termét, és a minőség is jó. Tehát sikerült megvédenünk a szőlőt ebbe az évbe. Nahogy nagyon nehéz volt az véget, mert tavasszal sok eső esett, és támadta a betegség, a peronospora támadta a szőlőt, és sokaknak el is vitte, azt lehet mondani. Akik nem voltak eléggé éberek, nem permeteztek időbe, azoknak tehát nincs mit születteni nagyon. Hogyan védekeztek a peronospora és a lisztharmat ellen? Hát végül is köszönetet kell mondanom a zástitát, hogy mondjak magyarul, a növényvédőmnek, aki követ bennünket, tehát időbe szólt,
és ő, amikor én nekem szólt, tehát pár órán belül már mentem is permetőni. És jó permetszereket használtunk, amik fölszívódnak és védik a szőlőt több ideig. Csak úgy, mint már többször az elmúlt években, az Északbácskai borvidék legjobb borászának járó elismerést a Palicsi Sinka Ferencnek ítélte oda a zsűri. A helyi borász és sárga fűszeres Tramin medűje érdemelte ki a több mint 100 bor mintából az abszolút győztesnek járó elismerést. A jó borász titka nagyon sok munka, nagyon sok áldozat, rengeteg munkával, rengeteg lemondással, nagyon sokat a szőlőbe kell lenni. Aztán utána meg, mikor már a must bekerül a pincébe, utána még a pincében nagyon sokat ott kell lenni. Tehát az ember él a szőlővel kint a szőlős kertekbe, a borral, meg a pincébe. Minden reggel le kell menni, mint ahogy a régiek is mondták, és köszönni a hordóknak, hogy itt vagyok, ellenőrzöm, tudom, kísérem minden pillanatban, minden hordót tudok, minden bort tudok, hogy tehát ennyi, a más nincs semmi sem. A születi napok Palicson két napon át várták az érdeklődőket, Vajdaság különböző pontjairól érkeztek látogatók Palicsra, de akadtak olyan helyiek is, akik a jó hangulat miatt mindkét napot a tópart mellett töltötték. Palics nekem ez sokat számít, mert én itt éltem 50 évet, és én itt otthon érzem magam. Úgyhogy mivel nem is lakok most már Palicson, csak Szabadkán, én minden héten legalább kétszer-háromszor kijövök Palicsra. Tegnap is egész napot itt töltöttünk Palicson, és ma is itt vagyok. Itt leszek. Úgy gondolom, és úgy látom, hogy egyre több a kiállító, és nagyobb a program, bőségesebb a program is, amit meg tudunk nézni, mint ahogy most is ezt lehet látni. Hagyományosan a születi napokon királynőt is választanak, ez alkalommal sem maradt el. A meg annyi látnivaló mellett az idén is Laci konyhák kínálták a jobbnál jobb falatokat. A gyerekeknek pedig egyebek mellett légvárral, különféle programokkal, állatcsimogatóval készültek. Egy úgyhogy szemjárhálak ne korcsi, i dva puta sem azilala konjiče male bebe. Koja je najslađa? Najslađa je ona sa 2 mjeseca. A rendezvény hozzájárul Palics turisztikai népszerűsítéséhez, és a borturizmusra is kedvezően hat. A programjai pedig visszaidézik Palics egykori hangulatát. Azért nagyon jelentős ez az esemény is, hiszen ha úgy vesztük, akkor május 1-én nagy kavalkáddal nyitjuk az idegenforgalmi évet, ezzel a születi napokkal meg valamilyen formában zárjuk az idegenforgalmi évet itt Palicson. De én azt hiszem, hogy aztán most el kell mondani, hogy mivel befejeződött az akvaparknak az építése, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egész évben lehet majd látogatni és tartalommal tartalmat felajánlani az ide látogató embereknek, illetve turistáknak. Az is nagyon fontos, hogy olyan programokat tudunk felajánlani az ide látogatóknak, amelyek hagyományosak. Az olyan programokat, amelyek valamikor is Palicsot jellemezték. Tehát itt vannak a zenepavilonban hétvégi koncertek, vagy sok olyan program a nyári színpadon, vagy akár az új palicsi művelődési házban, ami visszahozza azt a hangulatot, amit valamikor Palicsot jellemezte. Én azt hiszem, hogy ez volt a célunk, ez a célunk, és továbbra is ez lesz a célunk.
A kétnapos rendezvényen zenéből sem volt hiány, a kórusművek mellett a Joker együttes is muzsikált.